A pályaválasztással már elkezdődik az ember életútjának a kijelölése, így nagyon fontos, hogy az általános iskolások hogyan döntenek életük egyik legfontosabb időszakában. Tudjuk jól, hogy egy 14 éves fiatal még nem biztos, hogy készen áll erre a nehéz feladatra. Nekik szüleik segítenek a pályaválasztással kapcsolatban. Az oktatási intézmények is tájékoztatják a gyerekeket, a nyílt napok alkalmával pedig lehetőséget adnak a nyolcadikosok számára, hogy betekintést nyerjenek az intézmény életébe és a különböző szakképzésekbe. A városunkban működő KSC Varró István Technikum szakképzőiskola és kollégium is szeretettel várta az érdeklődőket a nyílt napján. A mai napon iskolánkban megrendezésre kerül hagyományosan az a nyílt nap, amelynek a legfontosabb feladata az, hogy a pályaválasztás előtt álló 7-es, 8-os tanulóknak megmutassuk azt, hogy a szakképzésben milyen lehetőséget kínál, illetve hát az iskolánkban milyen lehetőségek vannak, majd hogyha január-február során töltik a jelentkezési lapokat, ezt a választást megkönnyítjük. Iskolánkban technikusi és szakképzőiskolai képzést tudunk biztosítani, és ezzel kapcsolatban a legfontosabb, hogy a technikusi képzésben szakma és érettségi az, amit 5 év alatt lehet megszerezni, a szakképzőiskolai képzésben pedig 3 év alatt egy szakmához jut a tanuló. Iskolánkban kollégium is van, és a vidéki tanulókat szeretnénk tájékoztatni a kollégiumi elhelyezkedés lehetőségéről. Igazgató úr hozzátette, nagyon fontos az, hogy egy fiatal szakmát tanuljon, hiszen jól tudjuk, hogy nagyon nagy munkaerőhiány van különböző ágazatokban. A szakképzésben az a jó, hogy már a 9. évfolyamon ágazati alapképzés után már 10-től a tanulóknak lehetősége van munkaszerződéssel a munkavilágában elhelyezkedni, belelátni, nem éri őket olyan hirtelen a valóság, az élet, és az iskolának az oktató-nevelő szerepe mellett ez is nagyon fontos, hogy a munkára, az életre nevelés is meglegyen. A szakképzés nagyon fontos, mert 3-5 év alatt a gyerekek kezébe szakmát adunk, amivel el tudnak helyezkedni, dolgozni tudnak, családot alapítani, karriert építeni. Kis Attila igazgató helyettes elmondta, hogy a nyílt napon egy rövid tájékoztatót tartottak a képzések iránt érdeklődő fiataloknak. Hozzátette, hogy nem csak elméletben, hanem az élményórák során a gyakorlatban is igyekeztek megismertetni a nyolcadikosokat a különböző szakmákkal. Most például az egészségügyi ágazat, ami nagyon népszerű a tanulók körében, és egyben a legnehezebb is technikumi képzési rendszerben, de el lehet mondani, hogy most tavaly a villanyszerelők voltak nagyon népszerűek, azelőtt a építőipari ágazatban például a festőmázoló és tapétázó tanulók voltak népszerűek, de nagyon népszerű a vendéglátás turizmus. Én azt gondolom, hogy főzni mindenki szeret és szeretne meg is tanulni, hiszen az nem csak egy olyan elhelyezkedési lehetőséget biztosít a tanulók számára, amivel tényleg azt lehet rá mondani, hogy az ország minden területén el tud helyezkedni, hanem magában nagyon hasznos tudást is tudnak a tanulók elsajátítani. Kovács Sándor, gyakorlati oktatás vezető kollégám nagyon sikeres felkészítése során az iparkamara által szervezett Szakmasztár Fesztiválon rendszeresen az élben végzünk. Én úgy gondolom, a Covid óta mindig mi tanulónk végzett az országos első helyen. Én azt gondolom, hogy kollégánk megfelelő felkészítési munkája látszik a tanulókon. A pályaválasztás egy irány, ami a diákok érdeklődésének, képességének jelenleg megfelel, ami életpályájuk alakulása során sokszor változhat. Viszont aki jól választ szakmát, az előre tud tervezni az életben, sokkal nagyobb eséllyel indulhat a munkaerőpiacon is, és már fiatalon megalapozhatja életének kezdeti szakaszát is.